Krisztián! Krisztián, gyere! Gyere gyorsan! Hol vagyok? Hol vagyok? Mi van? Hogy nézel ki? Na mindegy, gyere mi gyorsan! Van? Gyere! Szörnyű dolog történt! Eltűnt a Piglin manyus! Piglin manyus, hol vagy? Ja! Várjál, Krisz! Tudom, hogy hol van! Gyere csak utánam! Üdvözöllek! Piglin manyus új kuckójában! Juhú! Ezt nem smile! Jó, mi? Azt a nagyon durva. Ja, nagyon király. Hello, Mr. Piglin manyus, mi a helyzet? Ez az, végre van egy új kuckóm. Nagyon örülök neki. Hú, én is nagyon örülök. Mr. Piglin manyus, mit csinálsz? Hát kicsit felmelekedek, mert ugye amikor kirángatják éjszaka az embert az ágyból, és ki kell szaladni éjszaka hidegbe, akkor nagyon fázni tud, tudod? Yeah. Na, megyek és felöltözök. Na hello srácok, ez itt egy újabb Minecraft epizód, juhihá! És ebben a részben nem más fogunk csinálni, mint majd meglátjátok, de most egyelőre ide rakok fényt, mert ez nagyon sötét itt ez a hely, és nem akarom, hogy beteremjenek bármi kis. Hú, srácok, milyen király kuckót kapott a Piglin manyus, mi? Remélem, hogy tetszik nektek, hogyha igen, akkor írjátok le kommentben, hogy 1-től 10-es skálán hányra értékelitek ezt a kuckót. Nekem nagyon tetszik, szerintem jó lett. És, amint láthatjátok, itt van egy vider kopanya. És ez azért van, mert amikor nem voltam farmolni ilyen nedörös dolgokat, mint például ez a blokk, meg ezek a füvek, meg ilyesmik, akkor találkoztam egy vider skeletonnal, és eldobta a fejét, úgyhogy ennek nagyon örülök, ugyanis már csak 2 darabra van szükségünk ahhoz, hogy megidézhessük a vidert. Hol vagy, Krisz, gyere? Hú, na látom, felöltöztél, jó? Tetted? Ja, hát sajnos csak így tudtam felöltözni, tudod, mert elveszettem az összetottamat! Jó, és ezt úgy mondom, mint hogy ez az én hibám lenne, bancser. A teiben is! Viszont ahhoz, hogy visszaszerezhessem a cuccomat, ahhoz elképesztő sok XP-re van szükségem, Máté. Hát igen, meg nem csak ezért van elképesztő XP, elképesztő sok XP-re szükségünk. Ez miért nincs itt? Ezt mondja meg nekem valaki. Az tök jó, úgy ezt ne is legyen, ez tök jó nézik ki. Nem csak ezért van rengeteg XP-re szükségünk, hanem nagyon sok más dologért. És ugyanis egy sokkal jobb armort szeretnék magamnak csinálni, meg rengeteg mindent kell mostanában enchantolnunk, hogy fel tudjuk rakni netherite-á a cuccainkat. Nyilván így is fel tudnánk rakni, de nyilván egy jobb cuccot azt szívesebben felrak az ember netherite-á, mint egy szar cuccot. És ennek érdekében videón kívül farmoltam egy nagyon király cipőt. Protection 4, Unbreaking 3, Depthstrider 3, Feather Falling 4 és Mending. Úgyhogy nézzük meg, hogyha a ház tetejére leugrok, akkor meg a halok. Na vajon, meg halok, Krisz, szerinted? És megpróbál level elökni, és megölne. Hát először egy kicsit lejjebb. Jó, inkább onnan a fáról, várjál. Innen a fáról, innen leugrok. Megnézzük, hogy innen meg a halok, hát remélem, hogy nem. Ja. Ja, bocs, egy szívem ment le. Az igen, na akkor innen. Igen, csak utána már izén exponenciálisan igen. Növekszik. Tudom. Úgyhogy mondjuk egy 2-3 blokkal magasabbról. Nem, innen ugrok. Jó, akkor ugorj innen. Jó. Felőlem. Jó, másfél szív ment le. Okay. Azt a ilyen magasról. Ja, hát a ház tetejére ugrottam. Hát ott van fenn a Krisz, és hát már attól meghal, hogy lenéz. Én ja. Meg leugrottam, és másfél szívem ment le. Ez durva volt. Na, és srácok, ehhez nagyon sok XP-re van szükségünk, ugye, hogy ilyen cuccokat tudjunk magunknak kraftolni, mert amint látjátok, még elég ilyen hiányos a felszerelésem, kivéve a kalapom, amúgy az egész jó kalapom. És arra gondoltunk, hogy felújítjuk az XP farmot, hogy effektívebben tudjunk XP-t farmolni. Úgyhogy ebben a részben ezt fogjuk csinálni. Viszont Krisztián, van egy pár dolog, amit el szeretnék mondani így a videó elején. Pár újdonság, amire rájöttem. Például ugye mondtam az előbb a srácoknak, hogy megvan ez a vider koponya. Itten látod-e? És ebből a vider koponyából még 2-re van szükségünk, hogy
meg tudjuk idézni a videót, és ez miért is jó nekünk, Krisztián? El tudod mondani? Azért jó, mert tudunk beacont csinálni. Igen, viszont a beacon az mindenki tudja, hogy nem a vider megölés a nehezebb feladat, hanem összeszedni azt a rengeteg vas, vagy arany, vagy gyémánt, vagy netherite blokkot, vagy emerald, azt hiszem abból is lehet. Viszont nekünk ezzel már nem kell törődnünk, ugyanis az XP farmunk szolgáltatott nekünk egy beaconnyi aranyat. Összekraftoltam az összes aranyat, srácok, ami volt nekünk valaha ezen a pályán, és két blokk híján megvan egy beaconnyi aranyblokk, ami elég epic. Úgyhogy igazából már tudnánk is csinálni egy beacont. Asztal! És ja. Máté, azt meg tudnád esetleg mondani véletlenül? Ja. Hogy? Semmi. Oda raktam, mert több ládányi kő is kell majd. Mm-hmm. És akkor ja. Átraktam oda. Szóval elég király, a beacon már meg tudnánk csinálni, szerintem azt érdemes is lenne amúgy itt a birtokon. Juhihá! Nem Béla, te mit szólsz ehhez? Hogy egy beaconnyi aranyot összeszedtünk. Örülsz neki, mi? Szerintem is biztos, hogy nagyon örülsz. És amúgy te itt mit... Nézd meg, már ennyi emeraldot összegyűjtettek, is szennyedék ember. Azt, amennyi emeraldja van. Azért van ennyi emeraldja, mert itten beszedi az adót a lükepálléktól. Hé, amúgy itt van egy második oldal, most nézem. Mi van a második oldalon? Máté 24 smaragd per hét. Krisz 8 smaragd per hét. Persze! Ez a kis szemétláda. Tőle ez nem szed be semmit. Még csak kise találja. Igen! Hát tőle csak 8 smaragdot kérhetentem, tőle meg 24-et. De annyit csak érhet. Mr. Piglin manyos. Ha tőled is akar majd beszedni emeraldot. A Béla, akkor hát, te megmutatod neki egy kit, főnök igaz. Gondolom, a Mr. hogy nem. Piglin, de mi az, hogy tőled kevesebb a emeraldot kér? Ez mi ez a büdös csalás? Mert velem jobban van. Mert én jól mondom a nevét. Nem. Mondjad te is jól a nevét, és akkor neked ő is kevesebbet fog. Nem, amúgy ez azért van, kérlek szépen, mert én többet dolgozom, és nyilván aki többet dolgozik, az többet Máté, is keres, és többet is adózik. Máté, neked lootingos a szvördöd? Igen. Akkor hagyincs le egy malacot, azt nézzük meg, mennyi malac. Húsítanak. És miért jó az? Hát majd nézzük meg. Négyet. Aszta! Négy sült húsít. Meg is eszem. Nem. Akkor erre jó a, izé. Erre jó a, hogy hívják. Hol a ifjabb Mali? Ifjabb Mali! Ifjabb Mali, ezek is kell meghalt. Egy karámot csinálni most már, mert... Ja. És a galaktuszék hol van? Itt van a ifjabb Mali. A galaktuszék. Igen? Ja, igen. Nem tudom. Hol a Galactus? Hol vagy Galactus? Jó, a rutyi itt van, jó van. Fúj! Hülye rutyi! Nem is érdekel. Jó, a Bane a Galactus, ez tök mindegy, hogy hol van. Hol a Galactus? Á, ne legyen sehol. Ne! Galactus! Hé, nincs sehol. Ez most komoly, eltűnt a Galactus. Eltűnt a Galactus. Tényleg eltűnt. Hé, nincs fölmászva? Ne! Ne! Máté! Rabif! Ez most komoly, ott volt a fa alatt a Rabif. Galactus! Szerintem ezek... Szerintem tudod, mi történik? Szerintem valahol kiszöknek. Nem tudnak kiszökni! De ki tudnak, valahol kiszöknek. Ez Galactus húsa, érzem! Itt van, itt mászik föl ez a barom! A Galactus? Nem. Ez semmelyik se. Azt mondom, kiszöknek. Aha, ezt itt le kell vágni. És látod, ott leesik és meghal. Most halt meg egy. Igen. Igen. Itt van. Ja, fel is vettem. 3 raw beef. 2 bőr, meg 1 raw beef. A Galactusnak a maradványai. Ezt nem hiszem el. Meghalt a Galactus. Ez az, és a rutyi az még nem. Na. Igen. Na majd mindjárt! Jaj, már nehogy már most adjál! De amúgy közben emlékszel, hogy átneveztük igazából, és igazából ő volt a Galactus, a rutyi. Emlékszel arra? Mi van? Megint meghalt egy! Vidd innen a macskas bőröd, meg a macskas... De miért akar mindegyik meghalni? Vidd innen ki a rutyit, marha gyorsan. Viszem, már csinálom a kerítést. Nem kell a kerítést, egy darab kerítést, csak ide vidd ki ide a mellé. Hogy ne tudjam mászkálni. Hozz egy izét, hozz egy lasszót gyorsan, mielőtt fölmászik. Hova vigyem, vagy mi van? Hozz egy lasszót, és csak kösd oda valahol, vagy ne tudjon elmászkálni.
Jó, csak közd oda egyik kerítéshez, hogy... hogy itt maradjon. Jól már, Rutyi. Meg a ifjú Malit is oda kéne. Ezt nem hiszem el. Meghalt a Galactus. A kedvenc tehenem, a valaha volt legjobb tehén. Hát ilyen Béna nevű tehén, hát nem csoda, hogy meghalt. Tudod mit? Tiszteletére csinálok egy item frame-et az ő bőréből. Viszont a Malinak nem tátunk húst, úgyhogy szerintem a Mali az elszakadt. Lehet. Szerintem ő fölmászott a fa tetejére és kiugrott. Galactus szent maradványai. Kirakom, hogy örök emlékül szolgáljanak az utó nemzedéknek. Jó van, ülj már le, barom! Ide kirakom Galactus szent maradványait. Ülj már le Galactus szent maradványaival. Fogd meg! Nem hiszem el, állandóan itt magyará! Jó, most kiraktuk Galactus szent maradványait. Srácok, egy perc néma csenddel emlékezzünk. 47 másodperc múlva. Na, és akkor Krisztián, most, hogy megemlékeztünk Galactusról, szerintem kezdjük is bele a mai résznek a... savaborsába. Na, igen. Savaborsába. Farmoltam egy pár fát így videón kívül, amint látjátok, itt van. És ebből szeretnék építeni... Szeretnék építeni egy hidat. Méghozzá, hogy hova, azt meg is mutatom nektek. Ugye tudjátok, srácok, hogy az XP farmhoz mindig ott elől szoktunk kimenni, és ott végigmegyünk a parton, viszont elég veszélyes, mert egy csomó mob szokott megtámadni minket, meg ugye több idő is, meg meg kell kerülni itt az egész birtokot, vagyis a tábort. És arra gondoltam, hogy itt ugye tovább menne az út, és innen el lehetne menni egy úttal, az XP farmhoz, és annál az öbölnél, ott ugye a szigetnél, ott csinálnék egy hidat, hogy ne kelljen mindig úszkálni. Így el lehetne jutni hamar az XP farmhoz, úgyhogy ezt most csináljuk is meg. Jössz velem, Krisz, vagy te mit csinálsz? Én megyek, ezt csinálom akkor a XP farmot, hogy haladjon. Majd így a videó közben így átjössz, ezt megnézegetheted, hogy hogy állok, jó? Oké. Okay. Jól van, na itt kell kezdenem ugye a járdával, és ezt az AFK-s cuccot, ezt innen el kéne paterolnom valahová. Bár én ezt szeretem, hogy itt van, mert egy csomószor tudok AFK-zni, hogyha a Krisztián valamit csinál, úgyhogy szerintem ezt át fogom rakni. Oké, szerintem ha ott van, akkor az bőven tökéletes, és akkor ide be tudok menni AFK-zni, hogyha kell. És nem is néz ki hülyén amúgy. Hát talán egy picit. Na nem baj. Oké, és akkor itt el fog menni ugye az út. Jó, ezeket a indákat innen sürgősen el kell valahogy takarintani, mert ez borzalmas. Ezt a glowberryt is megpróbálom levágni. Remélhetőleg nő rá megint új glowberry. Bambusz, az nem kell ide. De amúgy nem is baj, hogyha kicsit ilyen dzsungeles helyen kell menni, nem Krisz? Tudod, hogy nem az, hogy ilyen nagyon ilyen tiszta ösvény, hanem ilyen bambuszok vannak itt, meg ilyen... Nem. Tudod, ilyesmik. Jó, és akkor itt kéne fölmenni, de viszont meg már kell fa is. Úgyhogy hozok is magammal egy pár fát, meg egy crafting table-t. Abban már van 5, mert annan craftolunk, ahelyett, hogy kivennék a ládából. Ez a rengeteg ilyen inda, meg ilyen baromságokat, ezt itt ki kéne vágni, nem tudom, hogy hogy lehet. És akkor Kriszta, most mit fogsz csinálni, ezt mondd el a srácoknak? Szedtem azt a rengeteg magma blokkot, aha, és azzal körbe rakom az egész mob farmot. És hogy körbe mindenhol platform legyen, és a magma blokkra csak és kizárólag zombified piglin tud teremni, ami aha, a legjobb, mert azt támad meg a legmesszebbről, meg az nem lövöldöz nyílpuskával, meg ilyenek. És csak az fog teremni, és sokkal nagyobb platformon, és ezért sokkal effektívebb lesz a zombi farm, vagyis a XP farmunk, mint eddig volt. Kellett volna aludni, de hogy lenne a netherben, meg ne próbálj most aludni. Jó, na szóval ide kéne építenünk egy kaput, mint ahogy az a másik oldalon is tettük. Hát szerinted... ez borzasztóan sok idő lesz, Krisz, mert itt annyi hülye ilyen levél, meg ilyen baromságok vannak. Nyugi, ez is rengeteg idő lesz. Szerinted hogy kéne már, hát, hogy bontsam le az egészet? Nem. Azt hagyd meg ott, azt a területet. Hát igen, csak azt figyeltem, hogy... hogy ez működőképes legyen, míg... hogy tudjunk XP-t farmolni, míg szét van barmolva, akkor ne... ne csak így szétbarmold, és akkor hát, de nem marad... szétbarmolom, hanem gyorsan megcsináljuk. Csináld meg a maradék részeket, és aztán megcsinálod azt, ami még igen, nincs. Csak így nem látom át, hogy hogy működik, meg hogy hogy van. No! Ide kell nekünk egy híd. Nem híd? Mi a franc ez? Kapu. Meg kellene néznem, hogy ott milyen a kapu. Aha, egy ugyanilyen híd kéne oda. Híd már, izé, kapu bakker. Nem igaz, már nem bírom kimondani. Jó, hát akkor kelleni fog nekünk... Mossy Stone Brick fog kelleni nekünk. Van egyáltalán olyan? Van, ha? Mondjuk nem sok, de legalább akad valamennyi. Moss blokkunk van? Hát 8 darab, az nem valami sok.
itt van ez a fa, ezt szerintem ki kéne innen vágni a fenébe, mert ez nem kell itt. Oké, kivágtam a fát, és akkor ide kell építeni egy ilyen nagyobb oszlopot. Aha, de ezekkel vigyázni kell, mert ezek bemennek itt a birtokra, akkor aztán marhára örülni fogok. Jó, na meg vagyok a kapuval, és akkor innentől kezdve kéne elintézni valamilyen dolgot, hogy egy utat. Valahogy úgy kéne megoldani, hogy azért ne tudjanak beesni szörnyek. Igen, és akkor itt már az út az hozzá alakulhat itt a domborzathoz, hogy ezt nem fogom nagyon átalakítani. Szóval itt elkanyarodik balra, itt lemegy, itt elmegy tovább, és akkor így hozzá alakul itt a... az úthoz. Vagy a domborzathoz. Ja, jó lesz. Ez lesz a legepikebb szörnyfarm, csak sok idő megcsinálni. Lehet, hogy neked is kéne segíteni, nem gondolod? De inkább neked kéne segíteni. Nekem. Igen. Milyen fura, miért? Azért már az XP farm az már működik, de a út oda az még nem. Dehogy nem, a út is működik odafele. Megmondanád, hogy akkor jöttem, mint hogyha nem működik ide az út. Okay. Én ezt meguntam, Máté, megyek haza. Jó, gyere. Na, hát akkor már segíthetsz is nekem, ha már jössz. De hogy segítek. Most elfáradtam. Oké, hát ez egy ilyen kisebb kapu lesz, de nem baj, jó lesz. Tudod, mit várok még 1.20-ból? Na mit vársz? Azt mondták, hogy archaeology lesz. Azt nem érdekel. A bambusz blokk. Na, azt várom. Ölemán a bambusz, igen, és a mangrove blokk, azt sem használod, pedig az tök jó. Mert az milyen? Tök jó néz ki. De mi is használjuk. Mangrove log, mi a franc? Van ilyen? Igen. De hogy néz ki jól, ez borzalmas. Hogy de van mangrove log is, meg mangrove planks. Tudom, mert azt mondom, a plank az borzasztó. Ja, most elfelejtettem miattad kaput hozni. Most már errefele gyere haza. Jó, mondjuk még nincs kész, csak a kapu lesz. Nagyon sokat kellett koncentrálnom. Kifulladt az agyam. Ja, viszont amúgy most jutott eszembe, hogy egyel csináltam szűkebbre is ezt. Szóval ezt most már harmadjára bontam le ezt a kaput. Arra megyek most. Amerre te építed az utat. Jó. Nem látok semmit. Milyen hát fura... még nincs kész. Milyen még fura... csak a kaput csinálom, te majom ember. Hát fejezd már be. Jaj! Még hallára jösszem, azt hittem egy creeper. Asztóan, de jó lesz ez a kapu. Ugye? Na? Milyen? Hát... ennyit ér. Jó, hát ugyanolyan kapu, mint a másik. Na mindegy. Hát az is annyit ér. Nem, amúgy jó lett. Csak vicceltem, Máté. Tudod, ez a vicc, nem? Tudom, hogy te még sose csináltál olyat életedbe, de azért tudod, mi az, nem? Jó, mindegy, most egyelőre jó lesz így, és akkor elkezdem az utat. Az csak ilyen random így kiásogatom így a blokkokat. Kell nekem crafting table, és egy rakás plenket, vagy mi az? Jó, lemegyek a titkos bázisomra. Remélem, srácok, mindenki lájkolta már ezt a videót, mert ha nincs meg a 4000 like, akkor nem számít ez a videó. Ja, tényleg amúgy, srácok, most jutott eszembe, hogy a Krisztián azt mondta, hogy ha minden videóban, amiben építek valami szépet, és ti 4000-en lájkoljátok, az beleszámít egynek az 5 videóból, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi van a titkos bázisában. Pontosan. De amúgy elárultad, hogy titkos bázis, szóval ez egy titkos bázis. Hát, nem titkos bázis. Állj csak ide be. Igen. Ide, így állj be, ide. Hala. Ide, így állj be, ahol én állok most. Igen. Ha meg akarod tudni, hogy mi van ideben, akkor bizony szép legyen az az építmény. Mert amennyiben nem lesz szép... A francban is nyilvesszöm. Amennyiben nem lesz szép... és amennyiben nem lesz meg a 4000 like, abban az esetben nem tudhatod meg, hogy mi van itt. Jaj. Kösz, kösz. Na, srácok, az előző videó ugye beleszámít, mert a kertet építettem. És meglett a 4000 like. Ebben a videóban már építettem valami szépet, mert itt van Mr. Piglin Manyús szép új kis kuckója. Úgyhogy... már csak nektek kell 4000-en lájkolnatok ezt a videót, és akkor ez is beleszámít, és már csak ezen kívül három videó lesz. Ja, és utána már fel is fedődik. Ez az elképesztően hihetetlenül hasznos, és nagyon-nagyon hiper-szuper, és elképesztően örülni fog neki a Máté. Igen, örülni fog neki? Igen, de jó.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülni fogsz neki, és a srácok is el fognak ájulni, mert olyan hihetetlen elképesztő, nagyon-nagyon durvalás lesz itt len, hogy az elképesztő szó nem is elég rá, de nem találtam ennél jobb szót a szótárban. Aha, viszont Kriszi, teli van szörnyel, úgyhogy aludjunk már. Jaj, teli van szörnyel, várj, akkor vissza kell futnom az elejére. Mi az, hogy vissza kell futnom? Rengeteg idő, na mindegy. Aztarohat, mi hol van ez? Hú, nagyon elfáradtam. Na menjünk, akkor aludjunk. Mi az a föld a kezedbe? Milyen főd? Mi az a föld? Milyen főd? Hé, miért nem a lépcsőt használod? Hát, mert itt sréhen légvonalba te megyek. Te kis csicska vagy. Jó. Jó, van, itt építem én a király dolgokat, ezt nem is használja. Most nem veszem alvosgatyámat föl, mert most nincs időnk. Szép új nap virratt. Menjünk és dolgozzunk. Krisztián meg lusnálkodjon, hogy szokott. Na. Lusnálkodni. Tudod, mennyi dolgom van neked? Nekem. Hát nekem rengeteg dolgom van. De nekem mennyi dolgom neked van? Neked semmi. Azt fogalmas sincs róla. Hát me semmi. Egy újabb nap. Egy újabb kemény munkanap. Ahol az elképesztő titkában dolgozok. Juhú! Na menjünk. Fúj, ezeket hogy kell távolítani, ezeket a nyomorék izéket? Azt hiszem kell olló. Várjál, hozok egy ollót. Uh-huh. Igen, és azt hiszem, hogyha így megvágom. Ja nem, nem működik. Hát ez remek. Milyen jó! Várjátok, kiszaladok oda előre, és megnézem, hogy itt egyáltalán mennyi idő elvinni, mert akkor inkább itt ezen az erdős részen viszem tovább. Mert hogyha sok idő, akkor nem akarok nagyon sok időt eltölteni azzal, hogy itt vágdosom ezeket a genyákat. Aha, így jövünk, akkor ide fogunk kiukadni, ide a dinnyefalmhoz. Viszont én innen szeretném kezdeni a hidat. De csak ki tudjuk ide vezetni majd. Na mindegy, mert meglátjuk. Na jó van, én ezt hagyom ezt az utat, srácok. Inkább a híddal foglalkozok, mert az több időbe kerül. Ezt majd videón kívül szerintem megcsinálom ezt az utat. És akkor itt el fog vezetni egészen oda. Hátra a hídig. Menjünk, várjál, hozok, lerakom a sok cuccot, amit összeszedtem, és hozok rengeteg fát, mert az fog kelleni, meg cobblestone-t. És még most hidat épített, még meg sincs építve az út, a bará. Mert még nem is megépítve az út, de nem sokára meg lesz. Ha, ez megőrült. Ja, bár hát azért, mert ez most elmenne itt ezzel, vagy 4 óra bakker, még itt végig itt átüzélem magam itt ezen a nagy ilyen katyvaszon. Na nézd, ott van az a gravel, látod? Ott a parton. Na, ott szeretném megcsinálni a hidat. Igen. Komoly. Itt wow. Szeretném, hogy kezdődjön. Szóval ide le is rakom a jelzőket, és 5 széles lesz. 5 széles lejövő. Aha, hát ez ide nagy hit kell, tudod már, hogy... Ez megőrült. Így kellett volna, Máté. Ha? Így kellett volna dinnye farmot, nem? Nem így jobb lett volna, hogy ilyen sor, és akkor... Hát de, az ezerszer jobb. Mész a dinnye, és akkor megint egy sor, és megint mész. De az ezerszer jobb. Hát majd át kell akkor ültetni. Majd meglátjuk. Igen, és akkor itt szeretném, hogy azért nyilván ne így egyből... menjen. Fú, Máté, hát ez borzasztóan néz ki. Mi kell neked? Mi néz ki borzasztóan? Hát ez, mi ez? Na várj, át meg a hídon. Te nézel ki borzasztóan! Át meg a hídon. Bezuhantam a vízbe, barom! Most kezdtem eltenni a marék. Milyen híd ez? Nem is ér végig át. Fú, Máté, az a szörnyfarm, az olyan hány inger, mert így át kell geometriázni az embernek fejébe, de... Hát amúgy már nagyjából így kifiguráztam, hogy hogy kell. Várjál, mert itt valami olyasmit kell kitalálni. Szépen kell végigmenjen, hogy a kerítés el tudjon férni. Máté, úgy kéne a chesteket, hogy telirakni az összes chestet. Tudod? Várjál, mert most üzenem kell. Most gondolkodnom kell, most nagyon durván. Ja, igen, tényleg az neked nagyon nehéz feladat, úgyhogy akkor hagylak. Hát nehéz feladat is. Nem úgy, mint neked. Pontosan, nekem nem nehéz feladat gondolkodnom, mert én folyamatosan azt csinálom. És én nagyon okos vagyok, hogy én nekem a gondolkodás szerint legegyszerűbb. Nem a gondolkodásról beszélek, hanem egy ilyet megépíteni. Izét kéne hozni. Cobblestone tudsz nekem hozni? Mert van egy csomó anyag, amiből eldönthetjük, hogy mi lesz a teteje. Nem tudom. Hát próbáld meg cobblestone-ból, szóval nem tetszik, akkor átépíted. Az a baj, a cobblestone az olyan ilyen gail anyag. Akkor most abból legyen, vagy ne? Mert már fél úton járok a cobblestone-nal. Hát hozzad. Na itt van, azt hiszem 364 cobblestone. Ne egyes... Jó, de akkor dobálj. Itt van, akkor na.
Itt na. Van, na, csak vicceltem. Szóval, oké, okay, ja, most mehetsz vissza fákjáért. Oké, okay, és mehet. Igen, mehetek vissza fákjáért. Mehetnék vissza fákjáért, hogyha nem lennék ilyen profi, és igen, nem meg tisztítsd ki az utat. Kitisztítom én mindjárt a koponyádat, agyattók. Nem tudom kitisztítani az utat, mert semmi nincs nálam, meg fákja sem most már, adattam neked. De most... Fákjátlan, sengiházi, hanyag, hátrányos helyzetű. Oké, okay, és hozzá nekem kerítést. Ezt most nem mondja komolyan. Ezt, itt van Dark Oak fence, nézzük, hogy az nem jól néz ki. Nézd meg, hogy jól néz ki. Oszta, ez a ez best. Borzasztan ez hülyén best. Néz ki. Ez best, ezt kell. Nem best, az best. Nem az best, ez best. Szerintem inkább cobblestone kerítés legyen. Jó, hát akkor csináld meg. Ne, de legyen. Cobblestone az olyan béna. Inkább ez... Ah! Ez a zombi, adjál neki! Zuzd! Aj, francba, Máté nyert, szerintem el. Ez nem megfelelő az előírásoknak. Micsoda? Hát nem bírok átugrani rajta. Minimum, vagy maximum akkor rá lehet építeni, amin én át tudok ugrani. Micsoda? Hát a két oszlop távolságot. De nem kell rajta átugrani, te bajom. Mert pont, hogy... Nem kell rajta átugrani, de az a előírás, ugye? Nem az az előírás, nekem fejezbe. Át kell tudnom ugrani rajta. Amúgy nézd, azon gondolkodom, hogy ez így nem néz ki hülyén. Nézd, hogy itt beszűkül az oszlop. Szerintem jó. Tudod, és akkor a másiknál is ott így egyel kíjebb lesz. Ez a fire aspect, ez a legundarítóbb, hányingerebb, ezért, ami valaha létezett. Ez azért jó csak, hogy egyből sült húsit kaptál a malactól. Igen, csak egyébként... elmondjak valamit. A fire aspect meg a looting, az borzasztóan nem működik együtt. Mert a megütöd, és egy pici élete marad, és meghal. Máté, ez hatalmasan erős, gyorsan öld meg! Jó. Na jó, Máté, letesztem a hidat, jó? Még nincs kész te. Letesztem majom. A hidat. Ezt nem hiszem el. Szerintem hozzál nekem inkább ilyen... Már megint ilyen szar, hogy beleesek. A minimum lehet végigépíteni. Mert az a lényeg vagy. A hídnak. Hát ilyen szar hidat én még nem láttam. Mit hozzák? Követ! Azt a hülye ilyen követ, azt a majomkő, vagy mi a neve annak. Majomkő? Igen. Te, a te követ. Az agyadban van. Stonebricket hozzá nekem. De nem kell olyan nagyon sokat, ne csináljál 100 milliót. Nehogy elcseszd a kövünket. Azt arra, ez kicsit nehezebb, srácok, mint gondoltam. Most meg kell építenünk ezt az utat oda, hogy könnyebben tudjunk menni az XP farmhoz. Aztán meg kell építenünk az XP farmot, ki kell bővítenünk. Aztán ugye meg kell csinálnunk egy nagyon király... ármart. Na, aludtunk, úgyhogy... Várjál, most át kell gondolnom. Ez így béna ez a híd, azt tudti. Mondjuk lehet a végeredmény jó lesz, de nem tudom. Majd meglátjuk. Ja. Milyen anyagok vannak még, ami tetszhet? A gránit lehet, az lesz a jó választás. Oké, melyik az új király kapunk? Kicsoda? És ki? Ez jól néz ki? Ez jól néz ki, ha? Én tudom, hogy mi lesz. Várjál. Nem ez lesz. És ez így jól is fog kinézni. Hogy nem ezekből a ilyen alap, Minecraft 0.1 gyes blokkokból van. Fúj, ez olyan, mint a dirt block. Ez úgy néz ki. Úgyhogy ezt már most felejtsd el. Hát nem. Te vagy a dirt wall. És a mud, az is van, nem? Mud brick, meg ilyenek, már az is van, nem? Tényleg, amúgy ez nem hülyeség. Na mindegy, ezt gyorsan befejezem. Közben azon is gondolkozzák is, haver, hogy mi legyen a megoldás arra, hogy ne halljanak meg az állataink. Ez egy jó kérdés. Kéne nekik egy karámot építeni, nem? Igen, istálló kell. Ja, de jó lesz, istállójuk, és nem fognak meghalni. Bár a rutyi az így se halt meg, mert a rutyi az a legerősebb tehén a világon. Yeah. Az a rutyi az nem is tehén, hanem megapika. Máté, én szerintem, amíg te itt bénáskodsz, addig én nyomok egy úszást. Jó, nyomjál. Mindjárt kész vagyok amúgy. Csak azon gondolkodom, hogy itt egy kicsit majd a végén lehet lejjebb. Tehát, hogy egy szinttel majd így vissza kéne menjen majd ott a végén, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy ilyen főfele haladó ilyen akármi. De majd remélem, hogy úgy kijön, hogy jó lesz. Hát amúgy nem rossz. Ott kívül is, hogy te építetted. Én nagyon jókat építek. Én építek a világon a legjobbak. Wow, voltosan ezekkel a kijelentésekkel, kis haver, mert én építek a világon a legjobbakat. Srácok, csináljunk egy építő versenyt a Krisztiánnal. Nem kell építő versenyt csinálni. De kell építő versenyt, mert azt hiszi, ha a Krisztián, hogy itt a nő építi a legjobbakat, miközben én. Igen.
Valaki szerintem nem akar belásni a vízbe, igaz? Valaki ez nem akar belásni a vízbe. Valaki ez nem akar belásni, igaz? Amúgy nézd, mit néztem. Hogy ott a... Most mit kell itt genyóskodni? Hát te genyóskodsz velem. Ennyi kezelem. De most miért? Néhány perccel később. Jó, én mindjárt végzek. Mondjuk jó lenne aludni. Te hol vagy? Én a Netherben. Jó lenne aludni, mert itt van egy rakás szörny rajtam. Jó, már is megyek. Fölrobbantja mindenünk. Nem kell mindenre valami megjegyzést tenni. De hogyha fölrobbantod mindenünket, akkor kell nem megjegyzést tenni. Nem robbantottam föl mindenünket, a retkes fődet robbantottam föl. Húzzál már innen, te nyomaranc! Hát nem hiszem el. Megölnek! Hopp! Azt a majdnem egy egész szettet eldobott. Ez komoly. Ja. Azt a döggyilkost. Na menjünk, aludjunk is, haver. Rotten flash nem kell. Máté, ezt mit képzel kell magáról? Ja, mert éjszaka ki tudnak jönni, hülye vagyok. Ki tudnak jönni éjszaka? Uh-huh. Jó, amúgy ez így folyamatosan fölfele. Nincs ez semmi baj. Hát elég fura, szerintem. Nem tudom, majd meglátjuk. Igen, nézd meg akkor... a fenyő, kilátó fenyőfából. Várjál, mindjárt megnézem, csak először befejezem. Azt a kilátó fenyőfából szuperű néz ki. Mi van itt ennyi parom állat? Na. Gyere fel a kilátó fenyőfára. Adásszünet. Kész van! De nem, ott még kihagyták két oszlopot. Tudom, azt direkt, mert ezt nem tudtam itten. Nem tudtam van felérni. Nem tudom felérni innen. Fúj! Hogy néz ez ki? Hát még annyira nem vészes. De gyere, nézd meg innen a kilátó fenyőfáról. Jó, megnézem. Hú, srácok, írjátok le, még nincs teteje, de lesz. De írjátok le, hogy milyen lett itt ez a híd. Ott még ugyanúgy lesz két oszlop, csak nem tudom felérni a vízből, úgyhogy valami megoldást majd kell. Ja, hülye vagyok. Hú, azt arat, na ez durva volt. Na ez sok idő volt megcsinálni. Ja, kemény volt. Na megnézed nekem is a szörnyfarmot? Szörnyfarmot? Hát megy, gyere nézd. Ja, és sokat haladtál? Srácok, sokat. Írjátok le kommentben, hogy egy 10-es skálán mennyire értékelitek ezt a hidat. Mhm, én 3. Én meg 1. Leértékeled a saját hidadat? Aha. Aztán, na gyere. Igen, de még nincs kész, még majd meg fogom csinálni a tetőt, meg fogom csinálni a... Á, és belém üt ez a gyökény. Te ütöttél belém. Hozzá se nyújtam, csak jöttem, azt megütöttél, és visszatartom. Na innen alulról is láthatod. Én nem látok oda fel. Azt a... Ez tök sok haladás volt. Ja, és akkor be kell építeni teljesen kockára még. Meg még majd lehet kifele. Zéni, tudod. Aha. Lehet még majd kifele bővíteni, de most egyenlőre ennyi lesz. És akkor be kell majd alá a magma blokkokból a platformot. Igen. És körbe minden onnan tudnak. Igen, hogyha valaki nem tudná, srácok, ez amiatt van, ez a ilyen szlebes, ilyen bordázott felület, hogy a gáztok ne tudjanak beteremni. Ja, ezt még majd be kell fejezni, az összeset, és azt kell csinálni, hogy el kell kezdeni alá, azt ki kell bontani azt a platformot, és elkezdeni a magma blokkokat bepakolászni körbe. És csak ahhoz kéne netherite cipő majd, hogy, mert akkor nem éget, ugye? Hát igen, nekem van, lesz netherite cipőm, mert a cipőm az már teljesen király. Szóval azt át is rakom netherite-á. Na, akkor lemegyek és megcsinálom netherite-á a cipőmet. Azt a rohadt, majdnem meghaltam! Majdnem meghaltam? Ja. Akkor lehet bele csinálni. Akkor megvan a clickbait. Majdnem meghaltam. Jó, azt kiternek. Én is majdnem meghaltam 3 blokkal. Ja, én is ott kb. Mi? Akkor most már, mert az, hogy majdnem meghaltam, ez egy csomó olyan videó van. De az, hogy majdnem meghaltunk. Mindketten majdnem meghaltunk, az nagyon. Oké, menjünk át. Oké, hát is menjünk át a király hídon, juhihá. Majd itt azt fogom csinálni, hogy egy ilyen nether, ilyen démon tornyot építek, és akkor az lesz a nether kapu. Aha. DT-t. Ja, DT. Jó, itthon vagyunk, juhihá. Hello, srácok, mi a helyzet? Hello, Béla, aki nem Béla igazából. Hello, Kavasz. Átrakom a netherite-t a cipőmet. Hát ez már egy elég király cipő szerintem. Protection 4, Unbreaking 3, Deathstrider 3, Feather Falling 4, Mending. Ez már bőven mehet netherite-t. És ezek után már csak annyit kell csinálnunk, hogy megépítjük
az XP farmot, és csinálunk több ilyen király felszerelést, és mindet átrakjuk Netherite-á. És utána esetleg akár le is győzhetnénk a sárkányt. De az első lépés az, hogy fejlesszük az XP farmot, amihez magma blokkon kell állni, és ahhoz pedig egy Netherite cipőre van szükségünk. Úgyhogy el is készítem az első Netherite cipőm! Let's go!